Először szeretném megköszönni azon honfitársainknak, honfitársaink százezreinek, akik a Mi Hazánk mozgalomra adták ma a szavazatukat, és szintén szeretnék köszönetet mondani a tagságunknak, akik olyan teljesítményt nyújtottak az elmúlt hónapok igencsak kemény küzdelmei közben, amely egyedülálló, hiszen mindössze három olyan politikai erő maradt ma Magyarországon, amely az ország minden vármegyéjében és Budapesten is listát tudott állítani, és a Mi Hazánk mozgalom az egyetlen, amely ezt önállóan, nem szövetségben tudta végrehajtani. És hogyha mindehez még hozzáteszem azt, hogy egészen példátlan volt az az elhallgatás, az a cenzúra és az a lejáratás is, amelyet a Mi Hazánk mozgalom ellen az elmúlt hónapokban szintén véghez vittek itt Magyarországon, és amelyről holnap majd a parlamentben Orbán Viktort is fogom kérdezni, akkor ez tényleg egy csúcs teljesítmény volt a tagságunk részéről, amit végrehajtottak, és én ezt külön szeretném most mindenek előtt megköszönni a tagjainknak, a Mi Hazánk mozgalom csodálatos közösségének. Amit mi végigmondtunk a kampányban, az kiderült, hogy már megint igaz volt, újabb politikai jóslatunk vált valóra, ugyanis világos, hogy négy politikai erő maradt állva, és ez a négy politikai erő a Fidesz-KDNP, a Tisza párt, a DK-MSZP párbeszéd alkotta, Balliberális Szövetség és önmagában egyedül pártszövetségek nélkül a Mi Hazánk mozgalom. Ez az a négy politikai erő, amely a következő időszakban meg fogja határozni Magyarország sorsát. Az összes többi párt elvérzett, megsemmisült. A következő előttünk álló időszakban, és ez vonatkozik a 2026-os országgyűlési választásokra is, ez a négy politikai erő marad versenyben, ez a négy politikai erő fogja eldönteni, hogy 2026-tól merre tart tovább Magyarország. A legfontosabb kitűzött céljainkat maradéktalanul elértük, ugyanis bejutottunk az Európai Parlamentbe is a Magyarországgyűlés után. Ami szintén rendkívül fontos, hogy az látszik, hogy vidéken már a második legerősebb politikai erő vagyunk. A vármegyei közgyűlésekben rendre a második legerősebb párt lett a Mi Hazánk mozgalom. Országszerte minimum több mint 100 új Mi Hazánkos képviselő van a mai naptól kezdve. Például Pilis városban, ami egy 11 000 lakosú város, a Mi Hazánk mozgalom választókerületi elnöke, a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője, aki helyi civilekkel összefogásban indult, szintén megnyerte a választást. És ami most ránk vár, két nagyon fontos feladat. Vár ránk egy új európai pártcsalád létrehozása, megalkotása, amely a Mi Hazánk mozgalom régi álma, régi szándéka és terve volt. A másik pedig, hogy óriási munka vár a Mi Hazánk mozgalom tagságára, és ez egy hatalmas felelősség, az azt jelenti, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak most olyan rakétákat kell begyújtania, amelyeket még nem látott Magyarország. És jelentem, mi erre készen állunk. Bármilyen kemény volt ez a kampány, minden idők egyik legaljasabb, legtöbb szélhámosságát mutató kampányát láttuk az elmúlt hónapokban, de a következő időszakban nem csak megmutatjuk, hogy kik ezek a szélhámosok, hanem ebben a harcban, ebben a küzdelemben a Mi Hazánk mozgalom most már nem csak a vármegyékben, hanem Budapesten és az egész országban előre fog majd törni, mindenki meg fogja látni, hogy mire vagyunk képesek a következő másfél esztendőben. Igazából most kezdődik csak az igazi nagy megmérettetés, az igazi nagy küzdelem. Úgyhogy fel a győzelemre! Köszönöm még egyszer mindenkinek!